Elfáradtam. Elfáradtam. Nem érte meg eljönni a régi melóból. Most is kidobom a belem. A gyerek. Reggel felsírt. Megetettem. Aludt egy kicsit, aztán addig gyorsan kitakarítottam, de aztán megint elkezdett sírni. Alig bírtam magam összeszedni, még álmos voltam. Nem bírom. Úgy szeretnék vásárolni. Nem bevásárolni, csak vásárolni magamnak. Csak úgy magamnak. És nem újra és újra minden reggel ebédet főzni. Tele lett porra a szám meg a tüdőm. Elkezdtem köhögni, fulladozni. Azt hittem meghalok. Amikor már 6 perc után sem hagytam abba, megkérdezték, hogy nem akarok-e orvoshoz menni. Nem mondtam semmit, majdnem meghaltam. Aztán köptem párat, aztán egy idő után jobb lett. Megveregették a vállam, hogy jobban vagy, öcsi? Aztán húzás vissza, nem lazsálunk ám, röhögtek a mocskok. Nem mondtam semmit, csak visszaálltam, és elküldtem. Már is akkor, amikor épp szedtem ki őket, mit gondolsz, ki volt telefonon? Hát anyuka, az édesanyukád. Kérdezte, mi van velünk, mondtam, hogy ma is meg vagyunk, hogy tegnap is. Azt mondtam, hogy nincs semmi különös. Jó, hogy ezt mondtam. Na mindegy. És attól féltem, hogy minden tiszta gyűrött lesz, de aztán végül is mégsem lett olyan egyik ruha sem. Minden nap büdös leszek, minden nap lefürdök. Büdös leszek, lefürdök. Mégsem múlik ez a rohadt szag. A régi melóban legalább nem lettem büdös. Itthon ülni. Kint történt valami? Édben semmi különös nem történt, ahogy tegnap sem. Ja, megint megjelentek a hangyák. Néztem, hogy honnan jönnek, de csak azt láttam, hogy a gáztűzhely körül. Álmos vagyok. Álmos vagyok. Holnap megint menni. Jó lenne majd menni valamerre a hétvégén. Szeretsz? Szeretsz.